Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez itt újra a Kaleidoszkóp, az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinja. A mai adásban háborús hősök előtt tisztelgünk, és betekintést nyújtunk a digitális erőmű működésébe is. Nézzék meg képes ajánlónkat! Tisztelgés a Donkanyari áttörés évfordulóján. Milyen munka folyik a digitális erőműben? Különleges textil szobrok és képek a városi könyvtárban. A hagyományoknak megfelelően idén is műsorral tisztelegtek az első és második világháborúban elesettek emléke előtt Szent Simonban. A programot ebben az esztendőben is a Donkanyari áttörés évfordulóján szervezték meg. A megjelentek először a templomban szentmisén vettek részt, majd a hősök nevét felsorakoztató szobornál helyezték el az emlékezés virágait. 1943. január 12-én indították meg támadásukat a szovjetek a Donkanyarban, amelynek következtében a II. Magyar Hadsereg mintegy 100 000 katonája vesztette életét. Szent Simonban már hagyománya van annak, hogy az évfordulón ünnepséggel tisztelegnek a hősök emléke előtt. A program első része most is a helyi templomban zajlott. Mindenható Istenünk, Te az élet kenyere által gyermekeidet a bűnkötelékétől megszabadítod, és életerejüket megújítod. Add meg nekünk, hogy mindig jobban előre haladjunk az örök dicsőség reményében. Ezután a megjelentek a templomkertben található emlékmű köré gyűltek. A díszőrség bevonulását követően gyermekek adtak műsort. Már megint lőnek. Napról napra nehezebb, nem tudom, mennyi erőm lesz még kitartani. Ígértek segítséget. Nem lesz abból semmi, magunkra maradtunk, és ez a szörnyű hideg, kár volt ezt az egészet elkezdeni. Nem volt más választásunk, a felvidéki rokonaink értettük, akiket Trianon választott el tőlünk határral, érted? Értem, de a család hazavár. Kislányom, egyel több tányért hoztál. Nem, ez az édesapály, hogyha pont most érkezne, tudjon velünk vacsorázni. Reméljük, hogy hazajön. Nem tudunk más tenni, csak hogy imádkozunk, hogy a Jóisten hazavezérelje őket. Édes Jóistenünk, segítsd meg őket! Édes Jóistenünk, segíts meg bennünket, a Don partján küzdő magyar honvédeke. Kérünk, adj erőt testünknek, lelkünknek, hogy elviselhessük sok szenvedésünket. Szálljon megsegítő áldásod hazánkra, segíts minket haza szép Magyarországra. Amen. Segíts minket haza szép Magyarországra. Amen. Nem látlak én már téged, többé sohasem. Te sem látod, hogy érted, könnyes a szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod, harcok mezején. Valahol te tőled távol, ott, ahol senki se gyászol, ott halok meg én. Nem lesz egy tenyérnyi föld sem puszta síromon.
elesett katonák teste lesz a vánkosom, ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. A terület képviselője Vitális István beszédében úgy fogalmazott, hogy ezen a napon minden esztendőben az az érzés fogja el, hogy menni kell. Eljövök, meghallgatom plébános urat, egymás szemébe nézünk, és örülök, hogy itt vagyok. Örülök, hogy itt vagyok, hogy együtt emlékezünk, és tiszteletünket tesszük azon tízezrek emléke gyanánt, akik elestek, fogságba estek, megsebesültek, és hát azok előtt is, akik hazatértek. Janicsak Dávid, Ózdváros polgármestere azt mondta, hogy sok áldozatot kellett meghozniuk a magyaroknak hazánk viharos történelmének köszönhetően. Útnak indultak, mert útnak kellett indulniuk, elhagyták az otthon biztonságát, az otthon melegét, azért, hogy továbbra is biztosítsák, hogy a hátra maradtak, élvezhessék az otthon biztonságát, és élvezhessék az otthon melegét. A program most is koszorúzással zárult. Az emlékezés virágait a helyi világháborús áldozatok neveit tartalmazó szobor talapzatánál helyezték el. Stúdiónk mai vendége Bojtos Zoltán, a Digitális Erőmű intézmény vezetője. Üdvözlöm itt a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Először is beszéljünk arról, hogy mi a különbség a Manda és a Digitális Erőmű között. Sokan keverik a kettőt. Akkor, amikor létrejött a Kultúrgyár projekt, és megalakult az intézményünk, akkor még úgy hívták, hogy Magyar Nemzeti Digitális Archívum, az intézményegységet, illetve az intézményegységeket. Majd 2016-ban történt egy váltás, egy változás, 2016 év végén a Magyar Nemzeti Digitális Archívum feladatai ketté váltak. A filmalapos feladatok azok máshova kerültek, és a maradék úgynevezett digitalizációs feladatokat, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark feladatait viszi tovább a Fórum Hungarikum Nonprofit Kft. Tehát a Fórum Hungarikum Nonprofit Kft. Az a szervezet, az a Nonprofit Kft. 100%-os állami tulajdonú szervezet, amelyhez tartozunk mi, mint Digitális Erőmű, és a társintézményünk, testvérintézményünk, a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark is. Ebben a felállásban működünk 2017 januárjától, illetve működnek az intézmények. Én magam a Digitális Erőművet 2017. február 1-e óta vezetem. Beszéltünk arról, hogy digitalizáció. Pontosan ez mit akar, mit digitalizálnak ott, illetve mi az intézmény fő profilja? Hát ugye a mi intézményünk, mint Digitális Erőmű, fő profil szerint digitalizációval foglalkozik. A digitalizáció önmagában országosan is egy nagyon fontos program. Ugye digitalizációs programokról hallunk folyamatosan, ahol a vállalkozókat fejlesztik, a vállalkozásokat fejlesztik, ahol az iskolákat fejleszti a kormány a digitalizációs programokon belül. Van a kulturális közfoglalkoztatásnak egy része is, ahol digitalizáció, és ezekből veszük mi a részünket ki. Most itt három dolgot említettem, ebből a három dologból mi kettőben dolgozunk országos programjainkban. A legfontosabb, vagy Ózdon talán a legismertebb, az a kulturális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó digitalizáció. Itt még a Fórum Hungarikum Nonprofit Kft.-t megelőzően, tehát a Manda időszakban is, ugye közfoglalkoztatottak, folytattak digitalizációt, jellemzően az Ózdi Városi Múzeum gyűjteményi elemeit, kultúrkincseit digitalizálták. Amikor 2017-ben én megkezdtem a működésemet a Digitális Erőműben, akkor azt gondoltuk a kollégáimmal együtt, hogy ezt a programot nem csak folytatni kell, hanem olyan módon szeretnénk folytatni, hogy a közfoglalkoztatott kollégák bent az intézményünkben, a mi épületünkben, a Digitális Erőmű épületében dolgozzanak tovább. És ez így is tudtuk folytatni ezt a programot, és folyik mind a mai napig. Az Ózdi Múzeum után kerestünk egy, az Ózdi Múzeumot a kollégák, a közfoglalkoztatott kollégák jószerivel teljes egészében, amit lehetett, digitalizáltak a gyűjtemény elemekből, és kerestünk egy másik partnert,
megtaláltuk Putnokon a Gömöri Múzeumot és a Holló László Galériát, és az ő gyűjtemény elemeiket, kultúrkincseiket digitalizáltuk. De azt is mondtam, hogy a három országos digitalizációs program közül részt veszünk az iskolai programokban is, tehát egy másikban is ez az iskolai program. Ózdon 4 iskolával, 3 általános iskolával és a gimnáziummal, József Attila gimnáziummal közösen valósítunk meg egy a köznevelés digitális fejlesztése Európai Uniós programon belül egy programot, ahol ezeknek az intézményeknek, ez a Vasvárúti iskola, az Újvárostéri iskola, általános iskola, a Bojki Tamás általános iskola, és ahogy már említettem, a József Attila gimnázium, megváltoztatjuk, átalakítjuk a pedagógus kollégákkal, a tantestülettel közösen a pedagógiai programjait, és azokban a tantárgyakban, ahol történik egyfajta digitális módszertani fejlesztés, bekerül a pedagógiai programba, ott a tanórák 40%-a a 2019-2020-as, tehát nem a mostani, hanem a következő tanévtől, 40%-a ez alapján, a digitális módszertan alapján fog folytatódni majd. Mennyire fogékonyak egyébként az említett intézmények, vagy akár a tanárok, vagy a diákok erre az új módszerre? Akkor, amikor lehetőség nyílt arra, hogy közösen részt vegyünk az iskolákkal ebben a programban, akkor sorra egymás után jelentkeztek az iskolák, hogy ők szeretnének ebben részt venni. Hiszen tudják, érzik, hogy tapasztalják a mindennapi munkájuk során, hogy a tanároknak versenyezni kell tulajdonképpen a képernyővel. Versenyezni kell azzal az ingergazdag környezettel, amelyben a tanulók a mindennapjaikat élik, hiszen ugye tudjuk, hogy a mobiltelefonjaik varázsa az néha még megpróbál beköltözni a tanórára is, de a szünetekben, otthonukban a monitor, a számítógép, ez a mindennapok része. Tehát a pedagógusoknak ilyen módon ezzel az ingergazdag környezettel, az előbb úgy fogalmaztam, hogy versenyezni is kell, de talán igazabb és szebb, hogyha úgy fogalmazok, hogy lépést kell tudni tartani. Számos program és számos nagyon jó kezdeményezés van ezekben az iskolákban, ahol együtt dolgoztunk, és kiváló pedagógusok teszik a dolgukat. Ez az Európai Uniós forrás arra jó, arra való, hogy még inkább segítse egy kis eszközfejlesztéssel, tantermi fejlesztéssel, és hogyha ezek az iskolák velünk együtt közösen gondolkodnak arról, hogy hogyan és milyen módon lehet fejleszteni ezt a programot, ez országosan tulajdonképpen egy pilot program, ezeket a tapasztalatokat át tudjuk adni egymásnak. Más városokból, más településekről, más programokból tudjuk idehozni, implementálni az ottani sikereket, akkor meg talán még jobb és még eredményesebb lehet ez a munka. Hogyha visszakanyarodunk egy kicsit a gyűjtemények digitalizációjához, ezek az elemek kik számára elérhetők? Tehát, hogyha mondjuk én felmegyek, tegyük fel egy honlapra, a digitális erőmű honlapjára, akkor ott el tudom érni azokat a dolgokat, amiket már digitalizáltak? Sőt, nem csak Magyarországról, hanem a világról, mivel az internetre kerülnek fel megfelelő adatbázisokban, mindjárt beszélek ezekről az adatbázisokról, ezek a gyűjteményi elemek bizonyos szinten mindenki számára elérhető, ez a bizonyos szint azt jelenti, hogy betekintés jellegűen. Aztán vannak olyan, építünk egy adatbázist az alaphelyzetben, az úgynevezett MandaDB adatbázisba kerül be. Ezt a MandaDB adatbázis kutatók látogathatják első körben, de ebből a MandaDB adatbázisból az én kollégáim közül itt Ózdon is 3 pedagógiai szakértő kollégám dolgozik, Bárdos Bódi Lászlót kellett volna utoljára említenem, mert 2 hölgy is van köztük, Dubovinszki Varga Teréz és Barta Kenyeres Éva kolléganőmmel együtt. Ők 3 azért felelnek és azért dolgoznak, hogy a MandaDB-ből ezek a gyűjteményi elemek úgy kerüljenek át az úgynevezett Digipédia adatbázisba, hogy pedagógiai módszertant is raknak mellé. A NAT szerinti tantárgyhoz is hozzárendelik, tesznek mellé egy módszertani ajánlást, és egy-egy objektumhoz, akár 2D, akár 3D-ben történik ennek a digitalizálása, már a pedagógusok számára is felhasználható módon kerül be. Van egy európai adatbázis is, ennek a neve az, hogy EuropeNOA adatbázis. Ebben olyan aggregátorként szerepel az intézményünk, már 2019-es évtől, hogy erről kaptunk egy certifikációt, Magyarországon 2 intézmény kapta ezt meg, a Nemzeti Múzeum és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Tehát ennek az adatbázisnak az aktív feltöltői is vagyunk. Beszéltünk eddig digitalizációról, iskolákról, gyűjteményekről. Beszéljünk most arról, hogy mi az,
ami igazán a kultúrához kapcsolódik. Ugye kiderült a beszélgetés eddigi részéből, hogy nem igazán a kultúra a fő profilja az intézménynek, ám rengeteg olyan elem, olyan rendezvény is van, ahová különösebbnél különösebb dolgok jutnak el. Tehát beszéljünk például most itt a Szabad Egyetemről, vagy beszéljünk arról, amikor a Kazincbarcikai Pszichiátriai Intézetnek a betegei munkáiból állt össze kiállítás. Mi alapján döntik el azt, hogy milyen kulturális program legyen az intézményben? Itt is van egy fő vonalunk, egy fő stratégiánk az intézményi építkezésünk során. Meg vannak olyan igények, amelyek akár a látogatóink oldaláról, akár a nálunk kiállító művészek oldaláról felmerülnek. És ez a három fővonal határozza meg tulajdonképpen azt, hogy mi az a, én úgy szoktam fogalmazni, mi az a látszó munkánk, az az összfeladatunknak körülbelül az a 10%, ami a látszó munkánk, és itt a kiállításokban megjelenik. Hozzá kell még tenni, hogy vannak alapattrakcióink is. Az alapattrakcióink tekintetében ugye van egy digitális Kárpát-medence kiállításunk, ahol 36 vetítési ponton művészfilmekből, illetve dokumentumfilmekből került összeállításra különböző tematikával, 10-11 féle tematika egészen pontosan tematikában mutatjuk be a Kárpát-medence kincseit. Emellett állandó attrakcióink egy számításaink a történeti kiállítás, ahol érdekességként itt a televízió nézőknek is elmondom, hogy az Argó 2 filmet, aki látta, ott keresnek egy eredeti floppy drive-ot. Az nálunk a digitális erőműben valóban megtalálható. Nem a pincében van, nem egy szépben van, hanem ki van állítva egy üveg búr alatt. Jöjjenek el, várjuk Önöket, és megláthatják, megmutatjuk Önöknek ezt a valóban eredetileg magyar találmány floppy drive-ot. Ezen kívül van egy-két olyan terünk, ami a különleges kultikus helyszín, a multifunkciós csarnokunk, illetve az a vezénylő termünk, ami az elektromos lelke volt valamikor az Ózdi Kohászat üzemeknek. A fővonal az jelenti, hogy próbáljunk meg olyan kiállításokat, olyan attrakciókat hozni, és próbáljunk meg olyanokat fejleszteni. Ez volt az én célom, mint intézményvezetőnek és a kollégáimmal együtt, mint digitális erőműnek a közös célunk, amely attrakciók, amely kiállítások kapcsolódnak a digitális erőműhöz. Ezért létrehoztuk az úgynevezett digitális napok rendezvényünket. Ez 2017-ben egy alkalommal, majd 2018-ban már tavasszal és ősszel két alkalommal rendeztük meg, így folytatjuk ezt 2019-ben is. Emellett a városunk lakóinak, a hozzánk ellátogatóknak az igényéből, ugye mondtam, hogy ez egy másik, meg a művészek igényéből is kialakult, meg a saját igényünkből is, hogyha már van egy ilyen nagyon nagy szép csarnokunk, vannak szép tereink, akkor hozzunk létre kiállító tereket. Az elmúlt két évben létrehoztuk az úgynevezett élőtér galériánkat, létrehoztunk egy állandó kiállító teret, ahol tavaly évben Demes Ferenc művész barátunknak meg tudtuk nyitni az életmű kiállítását, most március 31-ig még látogatható. Létrehoztunk másik két olyan teret, ahol időszakos kiállításokat tudunk létrehozni. De például a Hun Magyar Emlékek Gömörben című kiállítást a eddig Grúziában, most egy pár napja már Mongóliában külszolgálatot teljesítő ózdi származású dr. Obusánszki Borbála hozta el hozzánk is, és legalább, vagy úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő két évben ez itt lesz nálunk, és látható. Van olyan, aki megkeres bennünket, így jártunk például a Baba kiállítással is, hogy a városban már máshol is volt, több helyszínen volt, de szeretné, hogy elhozza hozzánk Döbörni a kiállítását, és nagy örömmel vettük és fogadtuk, és mindenki nagyon szerette. Aztán úgy is szervezünk kiállításokat, hogy valamilyen programhoz kapcsolódóan, ugye a gyerekeket, a fiatalokat ugyanúgy várjuk és hozzuk nem csak a digitalizációs programjainkra, hanem például, amikor egy népi iparművészt hozunk el hozzánk, húsvét alkalmával, és a tojás kiállítást olyan módon rendeztük meg a tavalyi évben, hogy Zsuponyoné Újvári Mária, a Gömöri Múzeumnak vezetője Putnokon, ő népi iparművészként
meg is tudta mutatni, és meg is tudta tanítani a gyerekeknek azt, hogy hogy kell a hímes tojást írókázni. Egy másik terület, ami nem a képzősiparművészethez tartozik, azok a koncertek. Ugye koncerteket egyéni művészeknek is rendezünk. Tavalyi évben nem a legnagyobb látogatói létszámmal, de azt gondolom, hogy Cseh Tamás estünk, ez egyik legkülönlegesebb est lett, és ebből a kezdeményezésből a zenész barátaink, Verebélyi Zoltánék, aki neve fémjelzi ezt, ugye még ketten segítettek neki, a Gergő meg a Király Tibi, ők a művészetüket aztán most viszik tovább, és egy jó induló, vagy jó indító koncert volt a miénk. 2017. február 25-én rendeztük meg az első jótékonysági bálunkat, és akkor én életre hívtam egy úgynevezett erőművi erőteret. Azt hirdettem meg, hogy mindenki, aki erőt érez magában, abban, hogy együtt tudunk dolgozni, és tudunk segíteni ózdi fiataloknak, ózdi csoportoknak, művészcsoportoknak, civil szervezeteknek, jöjjünk létre, és évről évre segítsünk. Bárdosnyi Dudás Viktória ezzel a gondolattal párhuzamosan azzal keresett meg, hogy rendezzünk minden évben egy bált. Azt mondta, hogy legyen ez egy polgári bál, de aztán nem akartuk mi ezt leszűkíteni, hanem jótékonysági bál lett belőle. Ezt a két gondolatot összekovácsoltuk, és ez azóta is tart. Az első évben a Tempőütő Együttesnek sikerült annyi pénzt összegyűjtenünk, kedves látogatóink, a bálon résztvevő barátaink segítségével, hogy egy marimbát tudtak vásárolni belőle. A következő évben, 2018-ban az Ózdi Néptánc Egyesületet tudtuk segíteni és támogatni. Nagyon nagy örömmel vették ezt, és azóta is tartjuk ezt a jó kapcsolatot, és remélem, hogy ismét eljönnek a mostani bálunkra, és már 2019-ben is megvan a jótékonysági bálunknak az időpontja. És mikorra várunk? Február 16-a. Szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Már a jövő hét közepén körülbelül elkezdjük árulni a jegyeket. Elővételben most is olcsóbbak lesznek a jegyek, mint hogyha valaki a helyszínen vásárolja ezt meg. A jótékonysági cél még most van kialakulóban, tehát még ott nem tisztázódott, de azt látjuk, hogy ebben az évben is, körülbelül abban a nagyságrendben bizonyára tudunk segíteni valamilyen szervezeten, civil szervezeten, vagy akár állami szervezeten is, akinek erre szüksége van. Szó esett a beszélgetés során arról, hogy van ez a bizonyos elmevezérlő, ami egy szabadulós játék. Itt a térségben nem nagyon tudok róla, hogy lenne másik ilyen. Mire számítson az, aki oda elmegy játszani? Először is egy nagyon különleges helyszínre számítson. Tehát a digitális erőmű vezénylő terme, az egy olyan vezénylő terem, hogy tudomásuk szerint Magyarországon ehhez hasonló Kelenföldön van. Hát az nincs közel. Az egyrészt nincs közel, másrészt abból a szempontból szerencsésebb, hogy egy Bruce Willis filmben viszont az látható. Rögtön teszek is egy felajánlást, hogyha valaki mondjuk egy héten belül bejön hozzánk a válasszal, hogy melyik Bruce Willis filmben látható a kelenföldi vezénylőterem, akkor az első, aki beérkezik, ő kap egy 5 fős ingyenes belépőt a szabaduló szobánkba. Akkor hajrá mindenkinek. Hajrá mindenkinek. Meg is fogja látni, hogy milyen a mi vezénylőtermünk a kelenföldihez képest. Annyi segítséget, hogy ott egy íves falat fog látni a filmben, nálunk pedig téglalap alapú a vezénylőterem. De ez a vezénylőterem olyan, hogy megmaradtak a régi kapcsolók, megmaradtak a régi műszerek, azon lehet olvasni, hogy milyen megavattos teljesítményekkel szolgáltatta tulajdonképpen az erőmű azt a 20% áramot állította elő, amire szüksége volt a működő ózdi kohászat üzemeknek, 80% külső forrásból jött, de a 100%-át azt ebben a vezénylőteremben határozták meg, hogy ki, mikor, milyen teljesítményt kell, hogy kapjon. Ebbe a szobába, ebbe a terembe tulajdonképpen a csapatokat bezárjuk, kapnak egy induló segítséget a feladathoz, és különböző logikai feladatok útján
amit általában 35 perc és másfél óra között oldanak meg a csapatok. Uh-huh. Szoktam mondani, hogy minél többen vannak, annál lassabban sikerül megoldani a feladatot. Mindenkinek másfajta ötlete van és ötlete lesz. Természetesen egy folyamatos külső kontrollal, ha szükséges, akkor külső segítséggel is a kollégáim folyamatosan rendelkezésre állnak. Van egy képi, egy videó kapcsolat, van egy hangkapcsolat, amin be tudnak szólni a kollégáim. Megoldják ezeket a feladatokat lépésről lépésre, felhasználják azokat az eszközöket, berendezéseket, amelyek ebben a vezénylőteremben találhatók, uh-huh. és végül is kijutnak ebből a teremből, ebből a szabaduló szobából. Még mindenki, aki eljött hozzánk, nagy-nagy örömmel mesélt az élményeiről, amikor kijutott, mindenki kijutott ez alatt az idő alatt, ilyen 35 perc, és talán ez a rekord, ha jól emlékszem, ez a 35 perc, már a kollégáim ezt jobban tudnák, és a másfél óra a leghosszabb idő, amit bent töltöttek ebben a szabaduló szobában. Tényleg egy különleges, tervezünk különben egy másik fajta attrakciót is, egy ilyen szabadulószobát, uh-huh. de hát oly számos feladatunk van, hogy azzal még nem jutottunk előre. Hát én köszönöm, hogy eljött, és nagyon sok sikert kívánok mind a digitális erőmű csapatának, mind önnek a további munkájával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Textil szobrászat, avagy Powerpol címmel nyílt meg Galambosi Gabriella kiállítása a Városi Könyvtárban. A különféle szövetek felhasználásával készült alkotások témái igen változatosak. A technika, az ökodizájn, az újrahasznosítás lehetőségét is magában foglalja. A tárlatot Turiné Orosz Margit nyitotta meg. Fuvola hangja csendült fel elsőként Galambosi Gabriella kiállításának megnyitóján. A Városi Könyvtárban most merőben új módszerrel készült alkotásokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ez nem más, mint a Powerpol, azaz a textil szobrászat. A tárlatot az Ózdi Képzőművészeti Egyesület elnöke, Turiné Orosz Margit nyitotta meg. Köszöntőjében röviden bemutatta az ózdi születésű művészt, aki mindössze egy éve foglalkozik ezzel a technikával. Az ő nevében beszélek, Ózdon születtem, 22 éves koromig itt éltem szüleimmel és testvéremmel. Majd családot alapítottam, Tiszaújvárosba költöztünk, ahol két gyermek született. A család mellett idő hiányában csak szemlélője lehettem a képzőművészetnek. A hip fiúk hamar felnőttek, s kirepültek. Hirtelen rám szakadt a rengeteg szabadidőmet, és kellett valamit kezdeni, mondja Gabriella. Először szalvéta technikával kezdtem foglalkozni, apró tárgyakat dekoráltam, majd később régi, már kidobásra ítélt használati eszközöket, motorokat újítottam fel. A nagy szerelem a Facebookon egy csoportba talált rám. Ez a textil szobrászat, amely jelenleg a kedvenc időtöltésem. Első textil szobromat 2018. januárjában készítettem el, mesélte magáról a művésznő. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy ma itt lehetünk. Legyen szó képzelő erőről, tervezésről, ötletekről, kivitelezésről, és persze gondosan megválasztott alapanyagokról. Egy éve művészkedik, és dolgozik ezzel a technikával. Hát persze, a művészetet nem lehet sürgetni.
egyszer csak jön, szinte magától, és nem is lehet időhöz kötni. Meg kell várni azt a pillanatot, amikor megcsap a mozdony füstje, ahogy mondani szokták. Illetve ez esetben a festék illata, a ragasztó szaga, a textil struktúrája. A múzsa csókja, vagyis ihlet nélkül a művész elveszett. Az is kell hozzá. Az alkotásnak teljes szívből kell jönnie. A megnyitót szavalat is színesítette Szalai Anikó jóvoltából. Csikai Sándor és Révész Patrícia pedig egy másik darabbal is kedveskedtek az érdeklődőknek. A művész lelke csodát varázsol. Álmaiból épít valóságot, sok gyönyörűséget lát és láttat. Benne él minden alkotásában, önmagát adja. Dobogó szívét, szeme tüzét, benső éne tükrét, keze munkája ragyogó példa, hogy talentumát kamatoztatja. A művész kreativitása régről gyökerezik. Többféle technikát is kipróbált már. 2018. januárja óta pedig számtalan PowerPoint-tal készült alkotást hozott létre. Annak idején én képzőművészeti szakközépiskolába szerettem volna menni, és édesanyám azt mondta, hogy maradj itt fiam Ózdon, menj közgazdasági szakközépiskolába, a gyorsgépíráshoz is kell kézügyesség, és hát mindez idáig, amíg a gyermekeimmel nem mentek tovább tanulni, igazából nem kezdtem vele semmit. Aztán amikor elmentek, akkor kezdtem dekupázsolni, utána bútorokat újítottam föl. Hát ez a szerelem, ez egy éve van, a textilszobrászat. Egy Facebook csoportban találtam rá, és akkor utána néztem, hogy mi is ez, a PowerPoint. Ezt Josephine de Rood, holland művész fejlesztette ki 20 évvel ezelőtt Hollandiában, ő tanította is az egyetemen. Magyarországra Katonáné Tóth Judit jóvoltából került, körülbelül 8 éve, nem igazán régóta van jelen. Ő a PowerPoint Hungary képviselője. Ahogy látom, elég változatosak a technikák, és a témák is, hiszen Buddhától Jézuson keresztül tulajdonképpen a természetig, az arcokig nagyon sok minden megjelenik. Mi az, ami inspirál, illetve milyen alapanyagokat használsz? Hát igazából mindennek az alapja a textil, és az a PowerPoint ragasztó, magának a technikának is, és a ragasztónak is PowerPoint a neve. Bármit lehet hasznosítani. Tehát bármifélét, egy palackot, bármilyen kidobásra ítélt dolgot, amit régen ugye kidobott az ember, most nyitott szemmel jár, úgymond, és akkor gyűjtöget. Egyszer csak kipattan a szikra, van, ami így kapásból jön, van, amit megtervezek, mondjuk a két sziszi szobrot, az ugye korhű ruhában van teljesen, az egyik az Erzsébet magyar koronázási ruhája, a másik az pedig a híres csillagruhája. Ezeket előre megtervezem. Az alkotások között többféle téma felbukkan. A buddhista és keresztény jelképeken át egészen az egyiptomi kultúráig és az ornamentikus mintákig sok minden megtalálható. A tárlatanyaga nem csak a könyvtár előterében, de az emeleti folyosón is látható. Nézzük, milyen programok várnak ránk a következő időszakban. Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember látogat el városunkba január 18-án. A délután 2 órakor az Olvasó Színház termében kezdődő előadás jelmondata a gyógynövényekkel az egészség megtartásáért. A belépés ingyenes. Szakács Barna festőművész Életképek című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket január 21-én délután 3 órától a Civilház dísztermébe. Köszöntőt mond Janicsak Dávid polgármester, közreműködnek az Ómi Zenés Színház tagjai. A tárlatot február 11-éig lehet megtekinteni. Művészeti műhely gyerekeknek a Városi Könyvtárban. Január 21-én délután 4 órai kezdettel téli témával várják a fiatalokat. Pingvin hűtőmágnes készítésé lesz a feladat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan városunkban idén is számos program várja az ózdiakat.
Az Olvasóban január 22-én 15 órától kiállítás nyílik a 3. Mizerák István fotópályázat munkáiból, majd 16 órától kezdődik a 7. folyosótárlat megnyitója. Fél öttől az aranygyűszű díszítő művészeti szakkör munkáit csodálhatják meg, a Kultúra napi gálaműsor pedig 17 órakor kezdődik, amelyen ismét átadják a művelődésért díjakat. Este 6 órától zenés irodalmi versszínház várja a nézőket a Madár és a Lány címmel. Vallomások a szülőföldről címmel jelent meg Balogh Béni könyve, melynek bemutatója január 23-án lesz 15 órától a Városi Könyvtárban. A vendégek Bánfalvi Lászlóné, illetve Venyigéné Makrányi Margit lesznek. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ennyi fért a mai Kaleidoszkópba. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is, ha visszanéznék műsorainkat, azt megtehetik a www.ovtv.eu-n. Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is szívesen fogadjuk a magazinnal kapcsolatban. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!